A nyírbátori DIL repüléstechnikai cége szorosan együttműködik a Nyíregyházi Egyetem. Nem ez az egyetlen kapcsolata az intézménynek, a duális képzés keretében hallgatók vállalatoknál tanulhatnak. Az intézmény most egy országos hálózathoz csatlakozott, melynek köszönhetően területi innovációs pontot hoztak létre a kampuszon. A duális képzéshez hasonlóan az egyetem itt is vállalatokkal, startupokkal, inkubátorházakkal, kamarákkal működik együtt. Lehetőséget biztosít az együttműködés számukra a kutatásfejlesztésre, a hallgatóknak pedig a gyakorlatszerzésre. Ez egy olyan szinergiát fog teremteni az egyetem és a cégek, de ahogy említettem, nem csak a cégek érintettek, hiszen akár a kamarákat is említhetném, vagy azokat a frissen megalakuló vállalkozásokat, amelyekből azért itt Szabolcsban még eléggé nagy a hiány, például a startup cégek, szintén fontos lehet a számukra, ahol megbeszélhetjük a közös elképzeléseket, egyáltalán ötleteket meríthetünk egymástól, és egyfajta katalizátorként, szinergiaként működhetünk itt a jövőben együtt ezekkel a cégekkel és vállalkozásokkal. A Nyíregyházi Egyetem rektora és a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnök helyettese kedden írta alá az együttműködési megállapodást. Az egyetem célja, hogy a térség kutató-fejlesztő központjává váljon, a platformnak pedig az úgynevezett innovációs ökoszisztéma eredményességének a fokozása. Azt értjük ez alatt, hogy szereplők együttműködésében minél több innováció, minél több új fejlesztés induljon, amely utána gyakorlatilag a piacon kapható, jó esetben nemzetközi piacon kaphatóvá válik, ezáltal a hazai cégeknek több bevétele, több profitja keletkezik, illetve, hogy mi is tudjuk használni az eredményeket, akár a mindennapi életben, életünk során, akár egy egészségügyi helyzet előállítása esetén. Az első ilyet 2019-ben alapította meg a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal, a Nyíregyházi már a 9. platform az országban. A szereplők fejlesztéseinek, innovációinak támogatására idén 180 milliárd forintos keretösszeggel ír ki pályázati felhívásokat a hivatal. A platform egyébként nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat, aki elkötelezett az innováció és a kutatás-fejlesztés irányába.